Köszönjük András Orsolya közreműködését is. Csapodi Tádé muzsikált a színpadon, Kodja ma este a 20-as. Küldjék SMS-ben vagy a Media Click Plus applikáción keresztül, ha szeretnék Tádét, és miért ne szeretnék a döntőben látni. De vajon hogy van ezzel Salamon be? Hát, drága Tádé, nagyon örülök neki, hogy újra hallhattalak muzsikálni. Ugye felcsiki muzsikát játszottál Hargita megyében található. Igazából nagyon izgalmas a dolog, mert a Történelmi Magyarország határvédő székelyeinek a muzsikája, és ez le is jött itt a játékodban. Az erő, a magabiztosság, az érzékenység, elképesztő, hogy hány éve is hegedülsz te? 3. Na. 3 éve. Na, jó, kérem jó, szépen. Tehát 3 év alatt úgy tűnik, hogy meg lehet tanulni ennyire hegedülni, próbáljuk meg. Tehát elképesztő, hogy saját hangszíned van a muzsikálásban. Tehát meghallom ezt a hegedű hangot, akkor azt mondja, hogy ez Csapodi Tádé. Gyönyörű. Gyönyörű volt, ahogy még egy, a furulya hangját is utánozod egy kicsit, látom a hegyeket. Kiváló volt a felépítés, a csárdás, a sebes csárdás, utána a cepper, ahogy a finom érzékenységgel indult és bekeményedett, és még, és a legvégére még mindig maradt energiád. Nagyon szépen köszönöm, nagyon tetszett a produkciót. Zsurászki Zoltán. Na jó van, hát veszítünk egy jó táncos, nem tudom, akkor legyél hegedűs, de azért jó táncos vagy, jó hegedűs vagy, de tényleg erős volt a produkció. Köszönöm. Kérhetjük a pontszámokat, vagy Gábor még? Nagyon ügyesen szerintem sípoltatod a hegedű, így tudom megfejteni azt, amit a Bea mond, ami egy különleges hangszín, és nagyon-nagyon-nagyon arhaikus hangzás a hegedűnek. Olyat tud, amilyet nem mindenki, úgyhogy ebben nagyon ügyes voltál. Hát annyira magasra tetted múltkor a lécet, hogy én most már kevesebben nem érem be, mint amit múltkor nyújtottál, és ennél a mostani összeállításnál az az érzésem, hogy jobban bele kell még pakolnod magadat, a személyedet, a személyiségedet. Nem csak, hogy a hangok legyenek meg, a jó tempók, a szép hang, hanem az egységes, nagyon-nagyon egységes összetartó ív, és te magad. Köszönjük szépen, kérjük a pontokat Kocsis Enikőtől, 9-es Eredics Gábortól, 9-es Sebestyén Mártától, 9-es Zsurávszki Zoltántól 10-es, és Salamon Beától 10-es. Köszönjük szépen! Elégedett voltál? Igen. Mi nagyon! Lássuk akkor a pontokat. A hangszeres szólisták és zenekarok kategóriájában hát már is holt verseny alakult ki, ugyanis Csapodi Tádé is hasonlóan Nagy Benedekhez 47 pontot kapott a zsűritől.